Gáb Tibor vagyok, a Kodály Gimnázium igazgatója, és azért is nagy öröm nekünk ez a mai nap, mert az utóbbi évek ilyen jellegű versenyeit nézve is azt mondhatom, hogy nagyon szépen nőtt a jelentkezők száma. Kodály Zoltánnak tegnap volt a születésnapja, december 16-án, és ez a nap minden évben a téli szünetet megelőző utolsó tanítási hétre esik, és ezt az egész hetet a Kodály Gimnáziumban, Kodály Hét címen egy ünnepség sorozattal töltjük, sőt már a múlt héten pénteken elkezdődött egy nagyszabású történelemversennyel, hétfőn megkoszoroztuk a névadók doborművét, megyei népdalénekelési versenyt tartottunk. Tegnap volt az iskolában a megyei szavalói szépkiejtési verseny. Ma ez az olasz nyelvi fesztivál, holnap a spanyol nyelvi fesztivál zajlik. Holnap este még egy karácsonyi hangversenyt is tartunk, és pénteken osztályéneklési versennyel fog befejeződni ez a program. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki, aki szeretné jól érezni magát, az megtalálja ezt a lehetőséget. Azért is fontos nekünk ez a mai nap, és minden ilyen héten az regionális olasz nyelvi fesztivál, mert azt láttuk, és talán nem tűnik szerintelenségnek, hogyha azt mondom, hogy az olasz nyelv oktatásának, ilyen dél-dunántúli központjának tekintjük magunkat, hiszen 22 éve van az iskolában magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés, és azt láttuk az utóbbi években, hogy a jelentkezők számát illetően is, és az érdeklődők számát illetően is, hogy a 10-15-20 évvel ezelőtti állapotokhoz képest az érdeklődés jelentősen csökkent az olasz nyelv iránt. Hát ennek persze sokféle oka van, divatok jönnek, divatok mennek, és hát azt tudjuk, hogy az angol tulajdonképpen a világon ma már mindenki által megtanult olasz nyelv. És pontosan azért örülünk annak, hogy ezen a mai versenyen mindhárom megyéből, Somogyból, Tornából, Baranyából, több mint 10 iskolából több száz jelentkező van itt, több száz versenyző jött el, és én azt kívánom, hogy akik itt vannak, érezzék jól magukat, érjenek el minél jobb, minél szebb eredményeket, és amikor majd eredményhirdetésnél újra találkozunk, akkor mindenki teljes megelégedettséggel vegye át az őt megérdemelt, ő által megérdemelt díjakat. Hát akkor mindenkinek szép napot és jó versenyzést kívánok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Bacsonyi Katalin vagyok. Bármiféle probléma fölmerül itt a versenyzés kapcsán, vagy bármilyen szükség van, akkor engem lehet keresni. Hátul a paravánon a beosztásokat kiraktuk, hogy ki melyik terembe. Ha segítség kell, mert nem találjátok a termet, hátul ugye, ahogy írtuk is, egy ilyen kis karácsonyi kézműves vásár van, ott mindig lesznek diákjaink, akik tudnak segíteni, hogy merre lehet megtalálni a termeket. Az egyéni kategóriák, hogyha most innen felmentünk, akkor rögtön indulnak a kijelölt termekbe, én a zsűri főkollégáknak megadom majd az anyagot hozzá. Akik a kétanyelvű söknél, a filmnézésnél lesznek a mieinket kérnék, hogy a 10-es terembe menjenek a filmnézéshez. Ha kicsinek bizonyul, akkor a 218-as teremben lehet még nézni. A zsűri tagjai pedig a 219-es teremben nézik meg a filmet. Az egyén és csoportos ének itt az aulában lesz majd, 4:11-től. Az erősítést Feri bácsitól, hogyha valami szükség van, hogy valami nem úgy működik, lehet segítséget kérni. Műveltségi vetélkedő a tornateremben lesz, 10:11-kor indul. És körül egy órakor reméljük, hogy meg lesz az eredményhirdetés. Tehát hátul a neveket névsorban látjátok. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ezen változtatni. Akik több kategóriában indulnak, azok legyenek szívesek, és soron kívül, amikor tudnak, menjenek az élőbeszéd, meg a versmondóra, meg a többi helyre. Ha nincs erre igény, akkor névsor szerint haladunk. Ha viszont valakinek szükséges, akkor előre kerülhet. Jó? És eredményes versenyzést kívánok mindenkinek, és jó szórakozást. És hátul a kézműves vásárt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és mellette olasz nyelvű könyvek vannak,
amiben lehet vásárolni, tényleg 500 forintért. Nézzetek körül, hát ha valami érdekes. Akkor mindenkinek jó versenyt, és sok sikert! Oggi decido io,
Thank you.
Hol azt magasod a felénekei az látó, illetőtől a szól lecítő. Most pedig előadjuk a lóvét.